Március 12-én nyit a nagyközönség előtt az Operaház Andrássy úti játszóhelyen. Milyen repertoárral várják a hosszú hétvégén az érkezőket? Hát a hosszú hétvégén is úgy érzem, hogy gazdaggal, mert az első előadás az a Ősök jegyében, az mindig egyfajta gálaest. A magyar műsorral készülünk, hogy mondjak egy érdekességet, egy olyan ünnepi nyitánnyal, Doknányi Ernő írta még Budapest Egyesülése 50. évfordulójára, amelyiket akkor is az opera zenekarra játszott el különben. Ez olyan nyitány, amely két szimfonikus zenekarra szól, megvan a Koszta középütt, és egymásnak felelgetnek, majd a végén még egy részkar is megszólal, az a harmadik emeleten, tehát mondjuk, hogy a Csilláron is zenészek fognak lógni, ebben fog a közönség ebben a hanghatásban megfürödni. A másik este, tehát a vasárnapi este, az már igazi színházi élményt hoz. Megmutatjuk a közönségnek az új Hunyadi előadásunkat, amelyik egy korhű előadás, nagy díszlete, nagy jelmezzel. És a harmadik napon, tehát hétfőn pedig bemutatunk egy nagy sztori balettet, a világ egyik legkeresettebb műve egyébként. Kenneth Macmillannek a Meyerling című darabja, amelyik szintén magyar kötődésű, mert Liszt zene szól alatta egyrészt, másfelől pedig, mert hát a Rudolf trónörökösnek és Vecsera Máriának a szomorú története elevenedik meg. Esetleg más attrakciókkal várják az érkezőket? Például megismerkedhetnek az új operaházzal? Abszolút. Hát aki bejön és jegyet vált hozzánk, az nem pusztán egy előadást lát, hanem befészkelheti magát órákra az egyik legfontosabb magyar műemlékbe. Ezért szoktam azt mondani, hogy a legjobb építészek, mint például Éblő Miklós, ők készpénzzel segítik minden nap, halálok után is még jóval az adott intézmény. Tehát nekünk abból presztízsünk van, nekünk abból bevételünk van rajtunk, azért plusz érdeklődés van, mert ilyen gyönyörű épületben létezhetünk. De az is igaz, hogy eközben ez egy színház, tehát egy olyan színház, amelyik egy szép műemléket kapott, és nem fordítva, nem egy szép műemlékben lett egy színház. Aki hozzánk bejön, többféle élményt is kap, és annak része az építőművészet. Tehát jöjjenek csak be, de ne maradjanak az épület megtekintésénél, mert ez, hogy is mondjam, ez olyan volna, mint egy templomot valóban csak azért megnézni, hogy milyen kék benne a bármi, vagy a baluszteres korlát milyen márványból van. Ez együttesen számít csak. Az opera újranyitása önnek is egyfajta premier, hiszen ez lesz az első opera rendezése. Miért éppen egy Erkel művet választott erre a hétvégére, és ez valamiféle történelmi visszautalás is lehet? Mindenképpen illik magyar művet választani a Magyar Állami Operaház nagy jelentőségű újranyitásakor. Korábban a Bánkbánt szokták. Én egy kicsit jobban is szeretem a Hunyadit, mert hát ennek sok oka van, a partitúrában keresendő az ok egyébként, tehát ezt Erkel valóban még maga írta a fiai nélkül, és ez a reformkor fináliába érkezik ez a mű. Tehát ez egy tele élettel, tele ambícióval megírt partitúra, és most fontos, hogy visszahúztuk úgy, ahogyan régen is lehetett. Tehát amikor Erkelt tiszteljük, és elnevezünk róla egy színházat, meg utcákat, tereket, iskolákat, akkor jó lenne, hogyha Erkel kottáját játszanánk el, és nem a későbbi utódok, meg átdolgozóknak a mindenféle Erkel-szerű műveit. Úgyhogy most Kocsár Balázs főzenekezgatóval visszatértünk az igazi kottához. Az énekesek ezt tanulták meg, és nagyon érdekes színek jöttek elő. Olyan volt, mint egy restaurálás itt a házban. Itt is előttek érdekes színek, meg mintázatok, és az Erkel darabban is így van ez. És azt is fontosnak éreztem, hogy most nem aljas előadást legyen, ami jóval könnyebben egyébként, könnyebb egy csomó mindent ábrázolni, de most egy korhű előadást akartunk, az ma sokkal vagányabb, igenis hatalmas ruhák, nagyon komoly díszítettség, a szétlőtt Nándorfehérvári város szét lesz lőve, de a temesvári csodapalot az meg szép lesz. Úgyhogy azt akartuk, hogy a nagy operázi nyitás nagy látvánnyal is járjon. Az újranyitás kapcsán milyen missziót és milyen elvárásokat fogalmazott meg, mint főigazgató? Nagyon szeretném, hogyha az egész nemzet az operaházának érezné a mi épületünket, ezt az épületpalotát, mert annak is épült, tehát nem épült ekkora operaháza a Monarchia területén, végképp nem a magyarok lakta területen, tehát mondjuk Lemberget nem veszem ide. És jó lenne, hogyha mindenki, aki az operázról már hallott, de még nem járt benne, az eljönne. És épp olyan lehetne
hogy mondjam, csak művészeti értelemben, mint amilyen szakrális értelemben a mondjuk az Esztergomi Bazilika, vagy akár a parlament. Tehát szeretném, hogyha minden magyar adna magának egy esélyt, hogy az operázba eljöjjön, és azt meg én igyekszem garantálni, hogy olyasmit fog látni, ha olyan napon érkezik, nyilván ezt előre jó ki lehet választani, olyan darabot fog látni, amit meg fog érteni, amit szeretni fog tudni, és ami nem csak egy épülethez fogja őt kapcsolni, hanem a művészethez, amelyik itt nálunk nem szimplán és nem is duplán, hanem multiplikálva hat, mert minden művészeti ág jelen van nálunk. Még a gyönyörű építészet is. Szerintem az opera műfajának fennmaradásához nagyon fontos az, hogy a fiatal korosztálynak is bemutassuk, megszeretessük ezt a műfajt. Milyen eszközökkel próbálja ezt elérni az operaház? Hát ez eszköztár kell. Tehát aki azt mondja, hogy ő neki megvan a spéci módszer arra, hogy hogyan, és akkor elmond egyfajtát, azt annak nem szabad hinni. Nagyon sokfélék a gyerekek, úgyhogy mi is foglalkozunk olyan előadás típussal, amelyik nagy címeket fordít le kicsibe, és játszhatjuk egy gyerekekkel ezeket, ilyen a hattyúk tavából képzett kis hattyúk tava, ilyen a csipke rózsikából képzett kis csipke, ezeket a gyerekkarunk, illetve a balettintézetünk növendékei adják elő. De van gyerek, van olyan életkor, meg van olyan, nem tudom, gyermek típus is, akinek nem ez kell, van akinek egy ringató, elégséges még, vagy akit inkább másképp kell lekötni, vannak játszótereink egyébként az Eiffelben, a másik helyszínen, oda tervezünk egyébként inkább a közönségnevelést, és hát ott meg mondjuk vannak szakkörök, ahol a festőteremben magában, a hatalmas festőteremben, vagy a hatalmas varrodában lehet egy kicsit kedvet kapni ez az egész művészkedéshez. És olyan is van, itt az operában lesz a Pomádé Király Újruhely című adás, ami már egy családi, operai jellegű élmény lehet, úgyhogy lesznek hangversenyek, amelyek gyereketnek valók. Úgyhogy nem tudok most teljes mértékben mindent elmondani, de az biztos, hogy több mint 100, vagy akár több 100 olyan rendezvényünk van, ami kimondottan gyerekek számára van. Akkor először a közérthetőség kedvéért kicsit legyen szíves, meséljen arról, hogy mennyi ideig tartott az operaház felújítása, és ez miért tartott ennyi ideig? Azt szoktam mondani, hogy amikor a műpa 10 éves volt, akkor én már 15 éve járok abba a házba. Nyilván sokkal hosszabb a tervezőknek a dolga, mint maga a kivitelezés. A kivitelezés 4,5 év, de a tervezés, azt tulajdonképpen, ha még azt nézzük, hogy tegnap még csillárokat helyeztünk el, vagy falikarokat ebben a házban, akkor ez egy 6 éves folyamat egy 100 fős tervezőgárdának, amiben francia akusztikustól kezdve a legvadabb műemlékes restaurátor szakértőkig mindenki beletartozik. Ugye azért ez nevezhető egy összművészeti produktumnak. Hogyan sikerült ehhez a szakembereket megtalálni, hogy a helyes visszaállítás megtörténhessen? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Zeneakadémia a régi 19. század második felében épült zengőtereinknek a felújításai, azok most mind rendre voltak, és szerencsére visszatért a szakmába egy-két olyan hihetetlen kezű szakember, akik egy ilyen kézműves munkára érzékeny térsort újra keze alá tudott venni. Ez azt jelenti, hogy amikor mi hozzányúlunk azok a márványlett felületekhez, amiket most például magunk körül látunk, azokhoz ebben az országban maximum 20 ember nyúlhat hozzá. Ezekre az emberekre nagyon kell vigyázni, és nyilván mire egy ilyen társaság összeáll, és mindenki a megfelelő munkaterületén megtalálja, hogy mi a dolga, az nagyon hosszú idő, hiszen amikor az ember felméri ennek az épületnek a geometriai méreteit, azzal még a tudásnak nincsen birtokában, mert semmit nem tudunk a falak mögött zajló tartószerkezetekről, gépészeti és világítási rendszerekről, és természetesen ez egy ilyen Colombo felügyelőszerű detektív munka éveken át, mire teljesen 3D-ben az építésztársaság lefotózza ezt a házat. És akkor nem beszéltem arról, hogy külön vannak csillárosok, külön öntött vas szakértők, külön a fanyilázárokra egy külön társaság, a márványpadlók, amin állunk, amik egyedileg, mint Ravennában, a mozaikok vannak összerakva, és az a kő korlát, aminek most támaszkodom, azoknak mind-mind megvan Magyarországon szerencsére még az a műemléki szempontból érzékeny szakértői
társasága, aki nyilván a hatósággal, a generál építésszel és az operaháznak az üzemével tartja a kapcsolatot. Tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy jön egy építész és fantáziáját kiengedve egy tombol ebben az épületben, hanem nagyon szigorú körülmények között kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy azoknak a szakembereknek, akik már a kivitelezést végzik, akkor már a gondolatmenetét és a munkáját a tervezéskor egy tervező figyelembe veszi és folyamatosan konzultál. Azt szoktam mondani, ez egy karmesteri tevékenység, mert nyilván nem minden a karmester tud a hárfán, a hegedűn és a trombitán játszani, de ahhoz, hogy viszont összerakjon egy bonyolult zenei partitúrát, ahhoz minden hangszerhez valamilyen módon kell értenie. Tehát itt nem csak egy építész tevékenységet kell elvégezni, hanem ennek a szakmáknak az újratanulását. Nyilván a műegyetemről kijöve az ember nem ért a csillárokhoz, és fogalma nincs arról, hogy egy ilyen 3 tonnás csillárt 2500 darabra ki kell szedni, és azok 2500 darabra szét kell szedni, és azokon az ajtókon, amin a közönség kibejár, kell kihordani. Vagy egy locfreskot fölállványozni egy ilyen térben, az 3 hónap, mert ugyanolyan 2 méter hosszú alumínium állvány rudakkal tudjuk csak fölépíteni ezt a 20 méter magas teret, hogy megláthassuk közelről, hogy mit kell csinálni a locfreskóval. Tehát tisztán mondva, én úgy vállaltam el ezt a feladatot, hogy nekem árvadoztam nem volt arról, hogy a locz milyen állapotban van. Ez mondjuk másfél-két éve kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a locfreskót megtapinthassuk, ami egyébként önmagában egy elképesztő élmény, de mire a szakemberek a tartó szerkezetéről, a rabic állapotáról, ami ez a vékony rabic, amire a locz dolgozott egyetlen egy kézzel, és az a festék, amit a locszere rárakott, ez milyen állapotban van, ez lényegében egy másfél hónapos diagnosztikai felmérésnek az eredménye, és csak utána mehetnek rá azok a restaurátorok, akik a munkát aztán elvégezték, és tisztították meg a locfreskót szinte eredeti új állapotába. Milyen strukturális átalakulásokkal találkozhatnak az érkezők, vagy akár az itt dolgozó művészek? Nagy szerencse, hogy megépült az Eiffel. Ugye az Eiffel bázissal lényegében az összes olyan tevékenységet, amit még Anno Hannibal itt végeztek el, diszletfestéstől, parokakészítésig, a ruhákat itt varták, 120 művésszel indult ez a ház, most 1200-an vannak. Tehát lényegében megváltozott a háznak olyan szempontból a funkcionális rendje, hogy sikerült ezeket az üzemi területeket kimenekíteni. A zenekar 130 éven át a nézőtér alatti páholy patkóban, ez egy 2 méter széles, 45 méter hosszú folyosó öltözött. Most megkapták a valamikori lakatos műhelyt, ahol most 2 szinten minden szólamnak nemenként van saját öltözője. Ez egy óriási változás az opera üzem szempontjából is. Nyilván a színpadon megpróbáltuk megőrizni az eredeti színpadgépészeti rendszert, nyilván mai korszerű állapotban, de visszacserkészni azokat a kárpitokat és aranyozott lámpákat, amiket most viszont ebben a térben látunk, ahhoz viszont valóban teljesen más szakmákkal kell az embernek összeismerkednie. Meg tudtuk oldani a háznak a menekítését. Ugye ezen az egy lépcsőházon 1200 embernek kellett távoznia, hogyha valami nagy baj volt, vagy havária volt. Szerencsére rendelkezésre állt 2. emeletre vezető lépcsőház, amit most be tudtunk kötni a történeti szintekre, és a lépcső magba pedig be tudtunk tenni lifteket is. Ez azt jelenti, hogy az idősebbek, vagy a sok gyerekkel érkezők minden egyes szinten, most már egy liftből is 2 oldalt, a Dalszínház utcáról és a Hajós utcáról föl tudnak jutni a megfelelő emeletekre. Ön szerint mennyibe lehet egyébként közönségvonzó hatása egy ilyen új épületnek? Mennyire mozgathatja meg a fiatalok fantáziáját? Az a állandó mániám, amikor én a keresztgyerekeimet van bőven operába viszem, akkor csak a legtökéletesebb előadásra igyekszem őket elcserkészni, mert az egy fontos dolog, hogy az opera akkor hat, ha minden, a díszlet, a zenekar, az énekesek, a kosztüm, a művész jókarban van. De mindez a folyamat meg akkor kap egy koronát, hogyha egy olyan patinás épületben kapjuk meg ezt az élményt, amilyen Ybl főműve. Ez azt jelenti, hogy amikor a nyitány felhangzik, a zenei nyitány 7 óra 7 perckor ebben a házban, akkor mi már egy fél óra meditációban voltunk, vagy közös rezgésszámban Magyarország 19. századának legnagyobb építészével, Ybl Miklóssal, hiszen az ő 11 év munkája és a munkatársának a 11 év munkája van
energiában itt a falak között. Na most ez a ház térdre kényszerít. Tehát bármilyen 19. századi eklektikus épületbe belépünk, amiben még az építészettörténészeknek is megoszlik a véleménye, hogy mennyire értékes ez a kar. Az eklektikáról sok mindent leírtak, és annak az ellenkezőjét is, és még évtizedekkel ezelőtt is voltak építészettörténészek, akik kicsit lesajnálva beszélnek erről a korról. Ha eljövünk ebbe a házba, akkor olyan eszenciálisan támad ránk ez a csoda, hogy dolgozott egy művész, egy iparművész, aki a falakat készíti, a márványgletteket, meg a lépcsőt, meg egy építész együtt, erre ma szinte semmi lehetőség nincsen. Tehát valami csodának, vagy eszenciális csodának vagyunk itt a falai között, és azt gondolom, hogy az operához ez a pompa, ez a katarzis, ez az építészeti katarzis, ez hozzátartozik. Tehát meggyőződésem, hogy nem szabad fiatalokat lemezen vagy mozin keresztül az operához juttatni, be kell ülni abba az autentikus térbe, ahol ezek a művek, amiket most hallunk, ősbemutató szinten is elhangzottak, mert teljesen máshogy hat ránk az a főmű, hogyha mi valóban egy ilyen térben, ilyen körülmények között ismerkedünk meg a műfajjal.